Több százan vártak erre a hanghatásra Európa legnagyobb fürdőjében. A vasak egymáshoz ütögetése ugyanis azt jelentette, hogy pillanatokon belül elindul a fürdő legfontosabb élményeleme, a hullámmedence. Igazából Debrecenbe mentünk első körbe, megnéztük az állatkertet meg a Vidámparkot, és akkor utána úgy döntöttünk, hogy megnézzük a fürdőt, mert kíváncsiak voltunk rá, és igazából így itt ragadtunk, mert tök jó ez a program, hogy éjszakai fürdőzés, az is már terve volt véve, hogy csinálunk majd egyszer egy ilyet, és hát akkor már itt voltunk, akkor miért ne? Hajdú Szoboszló is csatlakozott a strandok éjszakájához, és a szokásoknak megfelelően idén is több százan élvezték a meghosszabbított nyitvatartás, a kedvezményes belépő és a lézersó nyújtotta lehetőségeket. Nem voltunk még itt, sose terveztük már egy jó pár szó, hogy eljövünk, és most egy ilyen villámlátogatásként itt vagyunk, itt is ragadtunk már ma éjszakára. Nem ez a Lajos Mizsei házaspár volt az egyetlen, amely Hajdú Szoboszló ragadta strandok éjszakáján, és ugyancsak nem ők voltak az egyetlenek, akik élvezték a hullámmedencét. Szerintem jól, nagyok a hullámok is, meg hát mély a víz ott már vége felénél. A Hajdú Szoboszlói fürdő története 1927. június 26-án kezdődött. Az első medencét egyre több követte, így lett Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, amely a strandok éjszakájával születésnapját is ünnepelte. Teljesen vegyes a társaság, belföldiek és külföldiek is vannak, és több száz emberre számítottunk ma éjszaka. Ilyenkor ugye nem akkora nagy a strand befogadó képessége, mint napközben, amikor is 10 000 fölötti vendéget tudunk fogadni, hiszen ilyenkor csak a tradicionális fürdőrész van megnyitva a vendégek számára, de nagyon nagy örömmel láttuk, hogy tömegével jöttek be a vendégek, már a nyitáskor. A fürdő reggel 9-kor nyitott, majd este 8-kor átmenetileg bezárt, este 9-kor pedig teljes gőzzel beindult a strandok éjszakája. It was a very good, very nice waves. It was really fun. And I will come back here later. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére az idei volt a 15. strandok éjszakája. Ennél jobb időpontot keresve sem lehetett volna találni, hiszen már nem volt kánikula, viszont még kellemes nyári meleg várta az éjszakai fürdőzőket. Tavalyhoz képest kicsit a hőfok is jobb, és láthatólag egyre több vendég is van így az éjszaka folyamán. Szerintem nagyon jó, hiszen munkatársakkal vagyok, így munka utáni kis kikapcsolódás. A srácokkal, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó buliból vagyunk. Idén minden eddiginél több, 60 fürdő csatlakozott a kezdeményezéshez. A strandok éjszakája idén is hullámverős sikert aratott.